Görögországból Proti és Rodolivos településekről érkezett Beretyújfaluba az a két kórus, amelynek már 10 éve vezetője a mezősasi származású Beretyújfaluban született Kőrösi Erzsébet. A görög kulturális esten ismert görög dallamok és világhírű művek is felcsendültek. A zenei alapot a buzuki, mint az egyik tradicionális görög hangszer, a gitár, a zongora és a hegedű adta. A nézők görög táncot is láthattak a települések polgármester helyettesének és kísérőinek előadásában. Görögország északi részéről érkeztünk, Seresmenyéhez tartozunk. Amfipolinak hívják ezt az önkormányzatot, amelyhez 44 falu tartozik. Ebből a 44 faluból két falut hoztunk el, a Proti és a Rodolivos kórusát, ami már évtizedek óta működik. Én is részt fogok venni a zenés esten, mint táncos. Két táncban fogok én is szerepelni. Egyébként a polgármester helyettes szerepeként jött el és elkísérte a kórust. Sajnos csak 3 napot tudunk itt tartózkodni, de ez alatt a 3 nap alatt már nagyon sok mindent láttunk, és nagyon tetszik nekünk Magyarország, és ez a nagyon kedves, barátságos nép, aki befogadott bennünket, tehát nagyon tetszik nekik ez az ország, az a lényeg. Amfipoli arról is híres, hogy Nagy Sándor innen indult el a hadjárataira, egy kikötőváros volt Amfipoli, ma már sajnos egy picike falucska, de talán a világ felfigyelt a nevére, mert nagyon különleges sírt találtak itt egy pár évvel ezelőtt, és nagyon komoly ásatások folynak itt a faluban. Azt tudni kell erről a környékről, hogy legtöbben mezőgazdasággal foglalkoznak. Tehát kukoricát, búzát, szőlőt, és nyilván nagyon finom bor termelésük van, a cipurót ugye is készítik. Nagyon szép vidék, érdemes mindenkinek arra ellátogatni, és természetesen nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, aki arra jár, és ezt már megbeszéltük annak idején a polgármester úrral, hogy mi a nyáron vendégül fogjuk látni az ifjúsági zenekart. Το μόνο που περιμένουμε είναι να τους φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή, όποτε θέλουν να έρθουν. Végül is Beretyújfalba születtem, ide jártam zeneiskolába, de a gyerekkoromat Mezőseson töltöttem, ott nőttem fel, majd a Debrecenbe kerültem, az Ady Endre gimnáziumba végeztem, és a Kölcsey Ferenc tanító képzőfőiskola énekszakán végeztem, és utána kerültem ki Görögországba, ahol 3 zenei diplomát szereztem, levizsgáztam görög nyelvből, és így ma már taníthatok zeneiskolában, és tanítok is, zongorát és elméletet és hangtant, és 5 kórusnak a vezetője vagyok. A kórusok körülbelül 30 főből állnak, vegyes karok, tehát férfiak és nők közösen énekelnek. Tudni kell róluk, hogy senki nem tud kottát olvasni, és senkinek nincs zenei képzettsége, viszont ma már eljutottunk egy olyan szintre, hogy 4 szólamban énekelünk, és én bizony ütemenként tanítom meg nekik a dalokat, de hál' Istennek nagy szeretettel és nagy kedvel állnak a darabokhoz, úgyhogy ma már nagyon komoly eredményeket értünk el. A mai kórussal, akivel itt vagyok, Proti és Rodolivos községből érkeztünk. Ez a két község egymás mellett van, tehát 3-4 kilométer különbség van közöttük. Mind a két községben van egy-egy kórus, nem akartak soha egyesülni, és így kénytelen voltam mind a két faluba külön kórust képezni. Ezek az emberek nagy része földmunkás, van közöttük tanító, van közöttük óvonő, van közöttük egyszerű háziasszony, majd meg lehet látni 2 hölgy, akik nehezen tudnak mozogni, de annyira szeretnek énekelni, hogy ők is eljöttek bottal, de ott vannak és csinálják, és nagy szeretettel. A magyarságodat egyébként hogy csempészed bele a görög kultúrába?
Nekem nagyon sokat segített ez a magyar rendszer, tehát a magyar Kodály program, tehát ahogy én itt megtanultam a zenével, tehát ahogy megtanultam zongorázni, ahogy megtanultam egyáltalán ezeket a magyar zenét, ez nekem borzasztóan segített Görögországban, viszont ott meg kellett tanulnom más ritmusokat, tehát teljesen más dolgokat tanultam, viszont azok az alapok, amik itt megvoltak, az nem lehet elfelejtett, és ez nagy segítségemre volt. Én a mai programot úgy választottam össze, hogy tudom, hogy a magyarok jártak kint, nagyon sok magyar kint jár Görögországba, és tudom, hogy a magyarok szeretik a Görögországot és a görög kultúrát, a görög zenét, úgyhogy én ma egy olyan programot állítottam össze, hogy talán a görögök is ismerik ezeket a dallamokat. Minden egyes dallam mellé megírtam a magyar fordítást körülbelül, tehát, hogy miről is szól az a dal, hogy értsék is. De azt hiszem, hogy a legtöbb dallam ismerős lesz, nyilván a szöveg nem, de a dallam az igen. Az idei telünk erre a mai programra ment rá, tehát nagyon sokat próbáltunk. Nyáron ugye nagyon sok fesztivál van, úgyhogy mindenfele jövünk, megyünk, meghívásaink vannak, de ez volt az idei legnagyobb. A legutolsó dal, ami nincs a programba beírva, egy magyar dal lesz, és ez pedig a Máté Péternek egy dala lesz, azért vannak a jó barátok. Én ezt azért választottam, mert szimbolikus dalként ezzel a mai fellépéssel egy baráti kapcsolatot akarunk kialakítani a két önkormányzat között. Nagy szeretettel fogjuk majd várni a fiatalokat, az ifjúsági zenekart a nyáron, és remélem, hogy ez egy barátság kezdete, és nem csak először fogunk itt járni. Vannak a jó barátok, régen veszte álmon, hisz a hazánk téged majd önszín a mond. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot, hisz a hírnézékre házos sarkon jön. Az álmod meg nem áll, sem tudod az érzést elhallgattatni, úgy sem tudod ujjait köztakod, úgy száll, mint szürke por, és a perc hordja el. Vannak a jó barátok, anya rég elvesztett álmod, és a hozzád néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot, bizony nézzék egy fázó sarkonyon. A műsor a Berettyóújfalui Zeneiskola fúvósainak is tartogatott meglepetést, ugyanis Körösi Erzsébet a települések nevében invitálta a Berettyóújfalui ifjúsági fúvószenekart egy nyári előadásra Görögországba.